év, amely megváltoztatta a matematikai tudományos világ térképét. Felkerült rá a Győri Széchenyi István Egyetem, amely mostantól fontos pont az alap- és alkalmazott kutatásban. Az egyetem oktatóiból, hallgatóiból és világhírű matematikusokból nemzetközi kutatói csoport jött létre, hogy mintegy 300 millió forint uniós és hazai forrásból a matematika ma legizgalmasabb területén szimulációs és optimalizációs alapkutatásba kezdjen. Az első nemzetközi konferencián a célok megfogalmazásával vette kezdetét a határokon átívelő tudományos együttműködés. A tudomány, ugye a téma, mint mondja, szimuláció, optimalizáció, ipari alkalmazások, számítási módszerek. Ez egy nagyon, hogy angolosan mondjam, hot topic, tehát egy nagyon aktuális téma, amivel nagyon sokan foglalkoznak. Például a projekt keretében is gyártósorok szimulációja, optimalizációja, vagy különböző motor, jármű alkatrészek tervezése. Ezt néhány évvel ezelőtt még csak heurisztikusan és olyan klasszikus mérnöki módszerekkel lehetett, ma már matematikailag lehet optimalizálni. Számítógépen számoljuk ki, amit esetleg költséges mérésekkel kéne megtenni, ezeket begyorsítsuk. Ez a mai ipari igényeknek, ipari módszereknek messze megfelel, hogy tudni kellene, minél több mindent akarunk tudni, de minél gyorsabb idő alatt. A grafikus kártyán ez az egyik fő vállalásunk, hogy olyan áramlástani megoldót készítsünk, ami ipari inputra működik. Ilyen feladatok, például egy autó körüli áramlás számítása, ennek az autó rései, mondjuk a tükör rései által okozott zajnak a számítása, anélkül, hogy ezt az autót vagy a tükröt meg kéne maga valóságában építeni, előre jelezzük. Ha ez sikerül, az nem csupán rangos elismerést jelent a Győri Egyetem és a kutatócsoport tagjai számára, hanem a mostani alapkutatások eredménye közvetve, a későbbi ipari alkalmazások során hasznosulva dollármilliókat jelenthet a világgazdasága számára. A munka megindult, gyakran jönnek Győrbe az elismert matematikusok az Egyesült Államokból, Dániából, Hollandiából, Németországból, Ausztriából, Törökországból, Szaúd-Arábiából. Mindenki hozza a maga speciális szaktudását, még a kutatásban részt vállaló diákok is hozzátesznek valamit, amit csak ők tudnak. A problémáink azok a napi ipari feladatok és a tudomány az alapkutatás között vannak valahol félúton. Innen is onnan is merítünk tapasztalatokat. Akik velünk dolgoznak diákok, nekik az egyik legnagyobb erényük, hogy nálunk tanulták ezeket a szimulációs módszereket, ami feladatainkra vannak kiképezve, illetve tisztában vannak az elvárásokkal, és elég jól is tudják ezeket a feladatokat megoldani. Ebben a témában a projekt jó eredményeket ért el, beleértve olyan nagyon új technikák is, ez a Graphical Processing Unit, tehát amit a számítógépes játékokra fejlesztett ki, chipek, amiket 5 évvel ezelőtt még nem használtak számításra, ma már a szuperszámítógépek teljesítményeivel verseng. A projekt keretében néhány fiatal szuper teljesítményeket hozott ki ebből. Ezekhez tényleg fiatalok kellenek, én ezeket már nem tudnám magam programozni. Es kann nicht jeder in allen Fächern sehr gut sein, das geht nicht. Deshalb haben wir Teilprojekte, Optimierung, Numerik und in meinem Falle Parallelisierung, High Performance Computing. Und in meinem Gebiet, ich arbeite High Performance Computing, GPU-Programmierung, ja, Cluster-Programmierung. Von Neumann a montré au début du siècle dernier comment on pouvait travailler avec des fonctions d'opérateurs auto-adjoints comme si c'était des fonctions de nombres réels. Le but de ma conférence était de montrer comment, pour des opérateurs non auto-adjoints, on pouvait faire le même genre d'estimation. Ehhez a nagyszabású kutatáshoz a meglévő géppark már nem volt elegendő. 2011. június 14-én két szuperszámítógép érkezett az egyetemre, amellyel immár nagyobb tempóban és nagyobb mennyiségű adatot képesek feldolgozni a program résztvevői. Az egyetem összehangolta projektjeit. A Széchenyi Egyetem kampuszát igazi 21. századi csúcs technológiás tudástérré alakító infrastruktúrális pályázat részeként kerültek ezek a gépek Győrbe, hogy egyéb feladatok mellett a matematikai kutatási program eszközigényét is kiszolgálják. Az egyik gép egy
egy SMP gép, jellemző az, hogy az összes processzormag a teljes memóriát látja, és 1 terabyte közös memória van hozzá. Tehát ez nagyon erős gép, 1 terabyte közös memóriát látni, és sok processzornak az most is még komoly teljesítményt mutat. A másik gépünk egy cluster jellegű gép, az egy sok célú gép. Egyrészt önmagában egy elég nagy teljesítőképességű, másrészt ebbe beépítjük azokat a grafikus kártyákat, amelyek az erősségeink, tehát az, hogy mi ezeket az előbb említett áramlástani szimulációkat, ami grafikus kártyán futnak, ezeket ezen az új gépen tudjuk végezni. Az első másfél év kutatási eredményeiről 2011. június 29-e és július 1-e között nemzetközi konferencián számoltak be a team tagjai. A résztvevők egyértelműen pozitív visszajelzést adtak az eddigi munkáról, és a folytatás sikerességének meggyőződésével távoztak Győrből. Győr jetzt international eingebunden ist. Vorher war Győr, ich kannte Győr vorher, aber international kannte niemand Győr. Jetzt ist Győr sichtbar in den USA, in Saudi-Arabien und auch in vielen Teilen Europas. Ich bin mir sicher, wir werden die Kooperation weiterführen, weil Ungarn hat sehr interessante Ergebnisse erzielt, also meine Kollegen Győr haben interessante Ergebnisse erzielt und die Kooperation werden wir auch weiterführen in dem Sinne. A projekt egyik legnagyobb eredménye talán, tehát hogy itt ebben az elmúlt másfél-két évben nagyjából semmiből, illetve néhány emberből összeállt egy nemzetközi csapat. Még legalább 5 évig zajlik majd a kutatói együttműködés. Egy hosszabb távú kutatási program alapjait fektették tehát le a Széchenyi Egyetemen, bekerülve a világ tudományos vérkeringésébe.